Hello, köszöntök mindenkit! Itt lennénk a következő Szigetia V3 Lesson Tourist videóval, amiben ismét egy kis mesélés lesz, ugyanis az előző videóban ugye megvettem a boltot, vagyis hát nem benne, csak bemutattam, hogy meg lett véve. Hát ugye azt mondtam, hogy várok fel egy két hetet, és ugye azt hiszem, hogy szerdai nap vettem föl, vagy valahogy ilyesmi volt, és hogy két hetet adok neki. De hát most ez a két hét még nem telt el, de már eladtam ezen a héten. Tehát most van vasárnap, és ezen a héten, már nem emlékszem, hogy vagy kedden, vagy szerdán sikerült rajta túladnom. Tehát így egy hét még vissza volt abból a úgymond ígért két hétből. De hát most, ha nem haragszatok meg, akkor ez most így jött össze. Hát rájöttem, hogy nem olyan megérős így a dolog. Tehát hogyha lenne mondjuk nyugodtan elfekvőve a bankba egy ilyen 10 millióm, és nem tűnne föl ez a kiesés, akkor azt mondom, hogy oké, lehet vinni ezt a boltot, meg mondjuk legalább egy ilyen fél év után esetleg egy aprócska profitot azért lehetne belőle kihozni szerintem. De alapjában egyáltalán nem éri meg, és csak hogy aki kereskedőnek titulál engem, annak is csak úgy mondjam, hogy előző videóban említettem, hogy 2.850.000-ért vettem meg a boltot, és kerek 2,5 millióért sikerült túladnom rajta. Tehát igen, kereskedő vagyok, mert ezen is profitálok, igaz, hogy mínuszba, de a lényeg, hogy egy nagy kereskedő ember vagyok. Ez van. Nem kell szégyelni. Na mindegy is. Azóta viszont, vagy nem tudom már hogy volt. Ja, lehet, hogy szerintem azt még nem is láttátok, úgyhogy azt is most akkor bemutatom. Ugyanis el lett adva a sprinter is, amúgy. Jakobnak odaadtam. Hát azt mondta, adjam neki, mert nagyon jó van. Ugye nekem 200-ba fájt így magába a kocsi, meg hát amennyit úgy apróságokra ráköltöttem optikára. De 200-ért adtam oda neki, 6 fenommal. Így azért valamennyire jól jár. No, hát beálltam a vontatóval is. Meg... hát ugye, lehet, hogy arról is beszéltem, csak említettem szerintem, hogy szerzek majd egy motort is. Hát ez lett. Amúgy a Subaru is át lett festve ilyen szürkére, illetve az E34 is. Jakobé maradt a bordó. De nem tudom, nekem ez így nagyon betegen néz ki, szerintem, és nekem ez így jobban tetszik valamennyivel, mint a piros. Piros, hát bordó. De ja. Viszont a másik szerzemény, amit a sprinter helyett szereztem be, az nem más, mint ez a Ducati FCR 900. Aminek kicsit szorakodtam a hangjával, és majdnem ott tartottam, hogy letörlöm az MTA-t, meg a San Andreas-t is, és újra rakom az egészet, mert el volt egy kicsit csesződve. De rájöttem, hogy mégse, hanem csak a San Andreas-om valamiért bugol, vagy nem tudom mi volt. És remélem most nem bugolok. Jó, hála Istennek. Jakobnak sikerült, hogy Hayabusát vett, és hát neki sikerült belebugolni egy farmba, ahogy jött ki a garázsból. Tehát azért vannak még bugok így a motoros garázsban parkolással. De mindegy is. Most nem tudom azt megmutassam-e, hogy így előredőlve mennyi a vége. Tehát hogy így bugoltatva, meg minden. Mert lehet, hogy azért kapnám a kicket. Vagy mondjuk admin jailt, mert hogy videón volt a bugoltatás. És akkor az már bizonyíték, meg ilyenek. Tehát lehet, hogy csak a sima jégsebességét nézzük most meg.
Az első ember, aki elenged ma, amúgy. Mostanában simán rám húzzák az ilyet. Simán elüknek a gyászba. Úgyhogy talán nem fogok vele annyira bagolni. Tehát ez a gyári hang nekem hirtudatosan tetszik, és ezért szerettem volna visszaállítani, mert amúgy az overdose hangmodos cuccal hát elég hülye hangja volt, és hát ilyen nem tudom, ilyen versenymotorszerű volt, és maradj nekem annyira az nem jött be. Hopp, eltűnt a lámpa, dick. Csak reménykedtem, hogy már nem volt piros. Úgyhogy a... Ja. Ez viszont kedvenc hang, ez... Ugye Benditónak is ez a hangja alapból, úgyhogy ezzel most azt is visszaállítottam gyárira. Hogyha esetleg vennék egy... Azt hiszem most már át van állítva, és... Ariel Nomad azt hiszem. Ja, azt hiszem az van most így a Bendito helyett. Úgyhogy ha most vennék egy öt, akkor olyan hangja lenne, mint ennek. Na akkor nézzünk egy kis gyári sebességet. Hát nem gyári, mert amúgy 60-om a gépezet. Itt vagy. 60-om. Összkerékre raktam, mert hátsó kerékkel nem nagyon volt kezelhető. Igaz, hogy jobb volt a gyorsulása. És így meg nagyon lomhának tartom amúgy így összkerékkel, de viszont kezesebb. És hát nem tudom, nekem az is azért szempont. Hát itt tök lassan megy fölfele a végsebesség, ilyen 215-nél járunk. Nem tudom, ez így érdekes egy kicsit. Hogy most az vagy a fejmozgásnak a kikapcsolása miatt volt. Hogy van ez így, ezt nem tudom. Mindegy, valamit nézzünk azért a másik sebességből is, mert úgy meg 311 azt hiszem úgy a végsebessége. Csak kicsit, hogy megközelítsük azt az értéket. Látjátok, hogy mennyivel megy még? 311-e vége. Hát most nem tudom, ez úgy miért számít bogoltatásnak. Most egyszerűen egy ilyen motornak ez a végsebessége, és alapból azt nem éri el, akkor... Nem tudom. Ez miért baj, hogyha... Megpróbáljuk elérni. Na és meddig lassul most vissza? 220-ig? 223, így a... vége körülbelül. De nem tudom, azt mire eléri. Úgyhogy ja, viszont szomorúan tapasztaltuk a tegnapi nap is, hogy nagyon megindultak felfele az árak, és lassan már ott tartunk, mint a V3, a sima V3, az árakat tekintve. Tehát volt egy ilyen kis autó kiárusítás, vagy mi, és hát olyan árak voltak ott, nagyon durvák. Tehát egy M8-ért 8 milliót ajánlottak. Aztán Igor kíváncsiságból meghirdette az M4-ét. 7,2 millió jött rá ajánlott, de nem adta el, mert csak kíváncsiságból rakta föl. És hát ez a baj, hogy mondhatunk már akármilyen árat, meg fogják adni. És ezzel így simán fel lehet finni az árakat, és amúgy rájöttek többen is. És ez nem feltétlenül jó a szerver szempontjából, mert ez most így a kereskedőknek is nagyon jól jön. Nem mintha engem az annyira zavarna. Csak így még nagyobb lesz így a kereskedés a szerveren. Sőt, még nagyobb összegekbe fog menni. Hát nem tudom, mi lesz ebből a vége. Ugye ezt próbálták elvileg elkerülni a fejlesztők is, hogy ne legyen az, mint V3-on, hogy így elszabadulnak az árak, mert
mert az nem túl kellemes. De hát most már egyre közelebb vagyunk, most már rátértünk sajnos arra az útra. Tehát ennek így nem lesz jó vége, annyi biztos. De hát ez van. Amit akarok autót, azt aki sűrűn van fent, szerven az már láthatod, hogy hirdettem, hogy érdekel. De nem nagyon jött ajánlat rá, hogy lenne eladó. Úgyhogy lehet, hogy azt majd PP-ből fogom megoldani, húsvét környékén, úgyis akarok majd feltolni. És akkor max a PP-s cuccokat, amiket úgy akartam elintézni a házhoz, majd azokat intézem akkor IC pénzből. Nem tudom még, hogy mi lesz. Ha addig nem találok autót, akkor ez lesz a forgatókönyv. Kíváncsi leszek. Úgyhogy a boltot eladtuk. Hasztot nem húztam belőle. De már sokan írták, hogy amit gondolták, hogy ez lesz belőle. Hát, őszinte megvolva én is, mert ahogy megvettem előtte, hát azon délután még olvasgattam fórumon is a dolgokat, hogy mi a vélemény a boltokról, hogy mennyire nem éri meg hogy nem nagyon van esély hasznot húzni belőlük, meg ilyenek, hát és beigazolódott. Hát úgy voltam vele, hogy megveszem, kipróbálom, hogy milyen, nem jó, akkor eladom, és én ezt mondtam is szerintem. Ez jött így össze. Ez van. Kicsit buktam rajta, de nem nagyon vettem észre. Ja, amúgy azt nem is mondtam, vagy mutattam amúgy, hogy 450-ben vettem meg ezt a motort, így 60-ommal. Régebben ez is olcsó volt nyilván, tehát nem került ennyibe. De ez még egy ilyen tűrhető ár. De az viszont, hogy egy normális autót lassan nem találsz 1 millió dollár alatt, azért az már kicsit durvának hangzik. És az is, amúgy. Jövünk egyet, mi a boltjába veszünk piát, mert kell szomjazni a karakterünk. Tényleg elindult sajnos a szerver a rossz irányba. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, de sok jót nem jósolok. Én itt személyesen. Tehát ez csak az én véleményem. Lehet, hogy valakinek ez jó. Nyilván, aki hasznot akar húzni, annak ez most nagyon jól jön. De nem látom azt, hogy így mennének lefele is az árak, hogy valami. Tehát kérdés, hogy ez hol fog megállni, vagy egyáltalán meg fog-e állni az áraknak az emelkedése. Jaj. Tehát itt most kíváncsian fogom várni a vég kifejletét itt a dolgoknak. Hát ahhoz képest meg nem reálisak a fizetési árak sem. De hát állatformon ugye meg lehet szedni magunkat, és hát valószínűleg ez is nagy szerepet játszik ebben a áremelkedéses dologban. Na mindegy. Én viszont ennyit szerettem volna, köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb találkozunk. Addig is nektek jók, pacsi nektek, na sziasztok!